Harcsafőző verseny, májusfa, népi fajátékok gyerekeknek és pünkösdi királyválasztás. Jó kedv, napsütés és incsiklandó illatok várták pünköst hétfőjén a kisgyermekes családokat, baráti társaságokat a Tanyacsárdában, az első pünkösdi harcsafőző fesztiválon. Nagyon jól sikerült a pünkösdi harcsafőző fesztiválunk, nagyon sokan voltak, rengeteg érdeklődő volt. A főzők számát egy kicsit keveseltem, de azért én azt gondolom, hogy most ahány főzőnk volt, ők kényelmes. Elfértek. Tehát most nagyon sok helyük volt, bőven volt hely, nem volt a másik asztal túl közel. Nagyon jól sikerült a rendezvény. Lényegében minden program megvalósult. Nagyon sokaknak tetszett ez a tanyasi halászati kiállításunk is. A halászati kiállításunk az kicsit szűkebb volt, csak egy pár háló volt, de azért ez még bővülni fog. De nagyon sokan mentek, fényképezték, nézték, kérdezték, hogy a egyes eszközök, szerszámok mire valók, régen mire használták. Nagyon nagy sikere volt egyébként a pünkösdi királyválasztásnak. Rengeteg jelentkező volt, nem is gondoltam az elején, hogy ennyien fognak jelentkezni. Tényleg nagyon szuper volt, mindenki jól érezte magát. Úgyhogy a rendezvény, kísérő rendezvények is jól zajlottak. A nap talán legérdekesebb pontja a júnyíró bemutató volt. A gyerekeket és felnőtteket egyaránt vonzotta a látvány. A júnyíró bemutatónál a gyerekek nagyon jól érezték magukat, mindenki igyekezett közel állni a júnyírókhoz, és megnézni, hogy hogyan is történik egy júnak ollóval, hagyományos módon való nyírása. A végén minden kisgyerek, aki szeretett volna, kaphatott a juhok levágott szőréből, a gyapjúból egy kis emléket, és hazavihette. Nagyon élvezték a gyerekek a játszóházat, ahol nemezelhettek, nemezből kis pici állatokat, akár egy harcsa figurát készíthettek, színezhettek, tehát tényleg azt hiszem a gyerekek is nagyon jól érezték magukat. Néhány szót mondjunk, mit kell tudni a magyar rackajúról, aki ugye nem birka? Igen, a magyar rackajú az egy őshonos fajtánk, jelenleg ezen a kiállításon most egy hortobágyi rackajú volt, illetve kettő volt, egy fehérkos és egy fekete kos. A hortobágyi racka két színváltozatban fordul elő, a fehér és a fekete színváltozatba. Erről azt kell tudni, hogy régen az őseink, ez már elvileg a honfoglalás kortól őseinkkel vándoroltak ezek a juhok, és amíg nem érkeztek be az 1800-as évek elején, közepén a külföldi merino, suffolk fajták, csak ez a juh létezett Magyarországon, juhnak is hívták, és amikor bejöttek ezek az új intenzív fajták, ezeket nevezték birkának, vagy népiesen marinéninek, hát gondolom nem véletlen volt ez, hogy miért, azért egy racka sokkal okosabb, ha lehet egy birka esetében, egy juh esetében ilyenről beszélni, mint ezek a külföldi intenzív fajták. Nagyon igénytelen, könnyen alkalmazkodik, hát ugye könnyen alkalmazkodott, ugye évszázadok voltak számára, hogy alkalmazkodjon a mi időjárásunkhoz. Ennek ellenére azért leszokták a juhászok, tehát régebben is levágták nyárra ezt a hatalmas rackás szőrt. A programok végén természetesen kihirdették a pünkösdi királyt is, akinek több fordulós versenyen kellett kiemelkedően teljesítenie. Három forduló alatt dőlte, hogy ki lesz a pünkösdi király. Az első fordulóban farönkökön fából készült üvegek voltak, ezt kellett karikás ostorral leütni, három darab rönkön, három darab fából készült üveg volt, ezt kellett leütni egy karikás ostorral. A következő versenyszám a nyúlütés volt, három darab nyuszi ült a fülbe, szintén fából készült nyuszik voltak, amit egy pásztorbottal kellett eltalálni a bátor jelentkezőknek. Meg volt határozva jelen esetben az, hogy hat ütésből le kellett ütni a három nyuszit, illetve hát kinek hány sikerült. A következő versenyszámban pedig egy keretre rá kellett dobni körülbelül 3 méterről 5 darab patkót, és kinek hány darab maradt fenn a kereten, ugye annyi pontot kapott. Az utolsó versenyszám volt a számomra az egyik legérdekesebb, és ott azért kiderült, hogy kinek van otthon pincéje. 2 darab kancsóból kellett átmerni 2 darab üvegbe vizet egy lopó segítségével, de azért voltunk olyan csalafinták, hogy a lopónak a vége nem fért bele az üveg szájába, tehát ezt ügyesen kellett becélozni és csak annyit engedni, hogy az üvegek megteljenek. Nagyon érdekes volt ez a 4 versenyszám, mindenki nagyon élvezte, és egy évig a Tanyacsárda pünkösdi királya a címet, és ezzel együtt a koronát is Varga Zoltán viselheti.
A következő rendezvényünk augusztus 19-én a második születésnapi Vigasság a Tanyacsárdában nevű rendezvény lesz, amelynek keretében lesz egy kakasfőző versenyünk, aminek tavaly is nagy sikere volt. Bárki nevezhet rá, minden nevező, kétfős csapatok lehetnek, a kísérő csapat akár 10 fő is lehet. Minden nevező az 5000 forintos nevezési díj ellenében 8 kg kakashúst fog kapni. És ezen kívül lesz még terelési bemutató, csikós bemutató, szintén lesz játszóház a gyerekeknek. Rengeteg program lesz a rendezvényen, úgyhogy uraim, már most lehet köszörülni a torkokat, hiszen a híres kukorékoló verseny 2013-ban sem marad el. Megérdemli a papagát!